throwing a party like Chris. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Feri vagyok, és bizonyára tudjátok, hogy az Android egyik legnagyobb előnye a testre szabhatóságában rejlik, hiszen teljesen mindegy, hogy meggyártótól vásároltok telefont, legyen a Samsung, Sony, LG vagy bármelyik más, hogyha nem tetszik nektek az adott telefonnak ugye a gyár kinézete, akkor fogjátok azt az egészet, kidobjátok a kukába, és úgy alakítjátok ki az egészet, ahogy ez nektek tetszik. Teszem azt például, letöltötök a Player ruházból ilyen kezdőképernyő alkalmazásokat, különböző launchereket, sőt ahhoz, azokhoz még lehet, hogy léteznek ugye ikonpakkok is, és akkor még ott vannak a widgetek is, amelyek ugye teljesen fel tudják dobni az egész telefonnak a kinézetét. Tényleg ezer meg egyféleképpen be tudjuk állítani a telefonunknak a kinézetét, egyébként van, aki ezt tényleg így szokta állítgatni, de van, aki ugye teljesen a gyárni szokta ezt így használni, és úgy gondoltam, hogy most indítok itt a csatornán egy ilyen új sorozatot, amelynek a főszereplői nem mások lesznek, mint ti. A ti segítségetekre lesz szükségem ennek a sorozatnak az elkészítésében. Ennek a sorozatnak valószínűleg az lesz a címe, hogy a legjobb androidos homescreenek, vagy hogy a legjobb androidos kezdőképernyők. Még nem döntöttem el, hogy a kettő közül melyiket fogom majd használni, és az a lényege, hogy majd remélhetőleg majd küldtök nekem képernyőmentéseket a kezdőképernyőtökről, vagy hogyha van ugye mellékképernyőtök, amelyeket a leginkább használtok, akkor arról is, és írjátok le, hogy melyik launchert használjátok, esetleg melyik ikonpakkal, vagy hogyha vannak ilyen különleges widgetek, akkor azt is írjátok le, valamint hogyha van a háttérképetekhez linketek, akkor azt is küldjetek el nekem. És ezt a vagy a Facebook oldalamon, ott ugye üzenetbe tudjátok elküldeni, vagy esetleg e-mailben, mind a kettőnek a linkje itt van lent a leírásban. Remélem, hogy tetszik nektek ez az új sorozatötletem, és meg tudjuk majd így közösen valósítani, szóval várom, hogy majd küldjetek akkor a homescreenetekről, a kezdőképernyőtökről nekem képeket, és akkor már ezt így videós formában így be fogom nektek mutatni, hogy lássuk, hogy milyen féle, ezernyiféle variációt lehet itt Androidon létrehozni. Hogyha tetszik nektek ez az ötlet, esetleg tetszett nektek ez a videóm, akkor dobjatok el egy lájkot, esetleg iratkozzatok fel a csatornámra, és mint mindig találkozunk legközelebb. Sziasztok!